hát... Kedden nem volt a legjobb élethelyzet szolnoki kosárlabdázónak lenni, a csapat ugyanis délelőtt 3:43-kor kelt útra, hogy eleget tegyen FIBA kötelezettségeinek. Az úti cél az egyik legrégebbi angol város, a London és Sheffield között félúton fekvő Leicester, amely a maga 330 ezres lakosságával nem is számít nagynak Angliában. Nem létezik könnyű mérkőzés, erre a meccsre is ugyanúgy kell koncentrálnunk, mint az összes többire, ugyanúgy kell hozzáállnunk, mint ahogy azt a Sassari vagy az Alba ellen tettük. Az elmúlt hétből a csapat kihozta a maximumot az olaszok legyőzésével, valamint fehérvári sikerével. Most egy viszonylag csendesebb hét következik a FIBA Europe Cup első csoportkörének utolsó meccse. Az biztos, hogy a csapat nagyon jó formában van. Az utóbbi pár meccsen nagyon jó ritmus kaptunk el. Ezt szeretnénk folytatni kint Angliába. Abszolút nem tétmérkőzésen a csapat számára. A százszeri legyőzés az akkor ér valamit, hogyha kint Angliába tudunk nyerni, és ezáltal meg tudjuk nyerni a csoportunkat, ami szerintem nagyon nagy fegyvertény lenne. Az 1967-ben alapított Leicester Riders eddig mind az 5 FIBA meccsét elvesztette, viszont a Tisza ligetben igencsak hozzájárult ahhoz, hogy kiverjen minket a hidegveríték. A szerdai szerintem jobb lesz, mint a múltkori volt, amikor egymás ellen játszottunk. Akkor ők tényleg nagyon jól játszottak, mi pedig önmagunkhoz képest gyengébben. De nem ebből kell kiindulni, hanem a feladatra kell koncentrálni, és akkor meg lesz a győzelem. Ha valaki esetleg elfelejtette volna, október 31-én véres izzadságcseppeket hullatva tudott csak nyerni az olaj 83-79-re. Ha álmatlan éjszakákat nem is okozott az a mérkőzés, az angolokon kívül kevesen csettinthettek elégedetten a látottak után. Biztos, hogy nem lesz egy könnyű meccs, az a hazai pálya is, amikor játszottunk a Leicesteren, azért kicsit szenvedtünk. Ugye ott lehetett hallani a közönség reakciót is, hogy nem éppen úgy játszottunk, ahogy mi elvárjuk magunktól. Ez egy ilyen mérkőzés volt, a lényeg az, hogy hazai pályát tudtunk győzni. Nyilván idegen emberek sokkal jobb játékkel. A Leicester Riders szolnoki olaj FIBA Europe Cup mérkőzés szerdán 20 órakor kezdődik az angol csapat Morningside Arena nevű csarnokában. Az Olaj TV honlapjára kitett FIBA linkre kattintva lehet élőben nézni a találkozót. A már kiesett Falco ugyancsak szerdán, de este 7-től az olajhoz hasonlóan a csoportelsőségért teperő olasz Sassarival játszik a Savaria Arénában.